Az ő szeretettel köszöntök itt is mindenkit. Okor Balázs vagyok, Hollywood Tanács, Magyar Hollywood Tanács elnöke. És örömmel látom, hogy a másik teremből jöttek át a legtöbben. Ez azt jelenti, hogy a versenyfilmeket nézték. Jól mutattak a filmek a nagy vászlon? Na ez lesz az első kérdésem, mindjárt itt beszélgettünk Attilával. Hadd mutassam be, Szász Attila, Balázs Béla díjas filmrendező, számtalan film alkotója, majd beszélünk. Egyébként utána mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy akár a Wikipédiát, akármit nézzen meg, hogy a részleteket az életről, a szakmaiságról lássa. Na de hadd kérdezzem meg tőled pont ennek apropóján, hogy milyen lett volna, ha a Berné követett telefonnal kellett volna csinálni? Tehát hogy látod ezt, hogy várhatjuk azt, hogy egy telefonnal készített film nagy vásznon olyan élményt ad, mint egy kamerával készített film? Valószínűleg nem, de mégis. Mit látsz te ebben? Egyáltalán jó ötletnek tartod-e, hogy megcsináltuk ezt a filmfesztivált a telefonos filmek 12-18 éveseinek? Visszafele haladok, egyébként mindenkit köszöntök. Abszolút jó ötletnek tartom, mert hát ahogy a visszajelzés is igazolja, élvezhető egy alkotásban már telefonnal elkészítve is. Látom a saját gyerekeimben, akik évek óta telefonnal forgatnak filmeket, és aztán megvágják a saját kis vágóprogramjukon, hogy megmutatják a laptopon, de néha a tévén, hogy ugyanolyan minőségű szórakoztatást nyújt, mint egy profi film. Egyébként, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni a filmkészítéssel, rövid filmet csináltam, reklámfilmeket, akkor még 35-ösre forgattunk, ilyen filmnyersanyagra. Tehát nekem az volt az első nagy váltás, hogy digitálisak lettek a kamerák, és digitális lett maga a nyersanyag, amire dolgozunk. Ugye a Berni követnél már nem is az volt a kérdés, hogy telefonra milyen lett volna, nekem már olyan volt, mint a telefonra forgattuk volna a film után. De nyilván olyan profi stáb volt, és az egyik volt némi költségvetés mögötte, hogy ezt professzionálisan tudott kinézni. És azt látom, egyébként ez a kérdés ez már szinte nem is releváns, mert évek óta készülnek olyan mozi forgalmazásra szánt filmek, hogy telefonnal forgatják. És a technológia, ahogy halad előre, ez egyre profiban fog kinézni. Nyilván akkor még szerintem nem lehetett volna telefonra megcsinálni a Berni követet, amikor 10 évvel ezelőtt készült pont, amikor mi csináltuk, akkor még nem tartott ott a technológia, de ma már simán lehetne. Te szolnoki vagy tulajdonképpen, ott születtél, ott nőttél fel. Hogy jutottál oda, hogy filmrendező lettél? Egyáltalán filmes, vagy producer, tehát a filmes szakmák bármelyike. Már gyerekkorodban foglalkoztál ezzel? Mi hatott rád? Hát én eldöntöttem, szerintem 8-10 éves koromban. Tehát hogyha van köztetek olyan, aki szintén ebben a korban, vagy még korábban így döntött, akkor bátorítalak titeket, hogy tartsatok ki a döntésetek mellett. Szolnokon ez akkor pláne, amikor én gyerek voltam, ez eléggé hát lehetetlen küldetésnek tűnt. De a szüleim azt mondták, hogy jó, hát ha ez a gyerek óbortja, akkor megteszünk mindent. Akkor még nyilván nem voltak videókamerák se, nem volt semmiféle hozzáférhető kamera, tehát én álmodozni tudtam, hogy mit csinálnék. És aztán ahogy elvégeztem a gimnáziumot, fölmentem Budapestre, és egy-két év múlva már a Színház és Művészeti Főiskolára jártam. És akkor ott már azért szembe jött a valóság, ott már szembe jött a valódi technológia, valódi stábtagok, ott valódi filmkészítés zajlott, amiben belecsöppentem. És aztán ez a szerelem ez nem múlt el. Azon kaptam magam, hogy x éves korom óta kitart, úgyhogy ez most már így maradok, most már nincs más út. Nagyjából. Na de ugye más korosztály. Ma mindenkinek kezébe ott van az okostelefon, nyomogatja, először is ott néz filmet, nem a moziban ülve, tehát ezért is jó, hogy itt fiatal arcok is vannak a nézőtére. Másrészt van mihez mérni magunkat. Most a te kiskorodban, gyerekkorodban mi volt? Milyen film volt az, ami megragadott téged? Jártál ott Szolnokon moziba? Persze, moziban nőttem föl,
Nagy Bánatomra nem voltak délelőtti előadások, nagyjából délután 4 körül kezdődött az első előadás, úgyhogy lógni nem tudtam az iskolából napközben, de ahogy vége volt a tanításnak, tudtam menni. És hát, mint gondolom, mint az én generációmból sok más kollégámnak, a Csillagok háborúja volt az első olyan film, amire azt mondtam, hogy és én egy ilyet akarok. Tehát a többi, az osztálytársaim, barátaim, őket úgy nyűgözte le a film, hogy most Han Solo akarok lenni, vagy Luke Skywalker, vagy én George Lucas akarok lenni, a fura módon. Tehát én azt akarom tudni, hogy ez hogy készült, hogy lehetett ezt a varázslatot, ezt a mágiát létrehozni. És aztán a következő szint az volt, amikor a Spielberg filmjeit találkoztam szép egymás utánjában. És sokáig nem tudtam, hogy ugyanaz ember csinálta az E.T.-t, meg a harmadik típusú találkozásokat, meg a cápát, meg az Indiana Jones filmeket. Ezek voltak a kedvenc filmjeim, és akkor így realizáltam, hogy ez egy ember áll e mögött, megjöttem a stábon kívül, akkor azt mondtam, hogy na hát én ő akarok lenni. És könyvet akartam róla írni, és elkezdtem kutatni a munkásságát. Szétvagdostam a nagymamáim, vagy nagymamám összes nőklapját. Direkt nekem gyűjtögettem, mindig voltak olyan filmes cikkek, meg ilyen mozibemutatókról szóló összeállítások, fényképek, albumba ragaszgattam, és akkor követtem ennek az embernek az életét. Úgyhogy tényleg tudnék írni egy könyvet róla. De aztán utána, amikor kicsit érettebb lettem, akkor már azt néztem, hogy jó, de hogy csinálja. Tehát, hogy ha sokszor megnézel egy filmet, akkor az tudat alatt elkezdenek rögzülni ezek a beállítások, ahogy ő képekben mesél, ahogy a ritmus, ahogy a vágás, hogy a színészi alakítás, a zenét hogy használja. Úgyhogy ezek így az emberbe beleégnek, annélkül, hogy tudatában lenne. Ezt pont a gyerekeimen is tudom, őket lehet, hogy fogom még emlegetni ma többször. Ő rajtuk is lett tudom mérni, nekik is van a kedvenc rendezőik, és... Tetszene nekik a Csillagok háborúja? Tetszik nekik a Csillagok háborúja, igen. Pedig én kicsit féltem, hogy elavult már az a mai az ő generációk számára, de nem, nekik is az a trilógia a kedvencük, az eredeti. És furcsa módon a 70-es évek filmjeit is egyformán szeretik. Az egyik 16, a másik most 21 lesz. Egyformán szeretik a 70-es években készült filmeket, tehát nekik nem jelent gondot elvonatkoztatni attól, hogy akkor hol tartott éppen a filmtechnológia. Ők azt látják, hogy ezek az úttörők, ezek az ős tehetségek, ezek a mesterek, ezek micsoda hatással tudnak lenni ma is a nézőre, és ebbe kapaszkodnak, ugyanúgy, ahogy élni. Na most a Csillagok háborúja eredeti gyártás évétől már eltelt jó pár év. Akkor gyerekként ezt tetszett. Ma filmrendezőként hogy látod, hogy igazolod, hogy gyerekként azt kellett, hogy tetszett? Tehát, hogy szakmailag, technikailag, visszanézve a jó pár évre, ami elmúlt. Ma is azt mondod, hogy ez egy olyan alkotás, ami méltán kivívta a figyelmét az akkori saját korosztályodnak? Én azt hiszem, 7 évesen láttam, és mai fejjel, ha megnézem, akkor értem még mindig magamat, az akkori magamat. Nem azért, mert hogy lenyűgöző képek vannak benne, hanem az, ahogy a mesél. És a Spielberg filmjénél meg azt látom, hogy azok a képek, amik gyerekkoromban lenyűgöztek, ma ugyanúgy lenyűgöznek. Tehát, hogy abszolút várom, beregettem magam, jó ízléssel láttam meg ezeket a filmeket. Nyilván azóta nyílt az érdeklődési köröm is, tehát most már mindenféle náció és mindenféle generáció filmjeit fogyasztom, és próbálom leszűrni belőle azt, hol nézőként, hol rendezőként, amit magammal tudok vinni. Balázs Béla díjas filmrendező vagy, mit jelentett ez akkor számodra, amikor megkaptad pár évvel ezelőtt, és ma ugyanígy tekintesz erre, hogy ez egy értékes díj, ami nem értékelődött még azóta sem le? Nem, én ezt egy kicsit megelőlegzett díjnak éreztem akkor én még csak a Bernikövet és a félvilág volt mögöttem, és amikor át kellett vennem ezt a díjat, akkor pont az Örökteret forgattuk. Úgyhogy én meglógtam az Öröktér forgatásáról, szépen felöltöztem, belementünk, átvettük a díjat, lefotózkodtunk, majd vissza arra lovoltam az Öröktér forgatására, és nem mondtam senkinek, hogy mi történt. Ők a sajtóból értesültek, és úgy vagyok vele, hogy persze az egy nagyon nagy elismerés volt, de azt éreztem, hogy akkor még nem tettem le annyi mindent az asztalra, hogy ez mondjuk így megérdemelném.
Ma már úgy érzem, hogy utána azóta is folyamatosan tudtam dolgozni, megszülettek még alkotások, úgyhogy talán jó helyen van az a díj, és remélem, hogy lesz folytatás. Meg ösztönöz is gyakorlatilag, ugye? Abszolút, abszolút. Ennek fel kell nőni ahhoz, hogy az ember Balázs Béla díjas, és akkor folyamatosan teljesíteni kell. Most ha az ösztönzésről beszélünk, hát itt különösen Hollywood kapcsán 200-300 olyan ember van minimum, de még több Hollywoodban, akik volt vagy van, akik magyar születésűek vagy magyar felmenőkkel rendelkeznek. Egy mai modernkori filmrendezőnek, mint te is, magyar filmrendezőnek, aki Magyarországon él és alkot, jelent ez valamit, hogy Hollywood létrehozásában, felvirágoztatásában és működtetésében ilyen nagy a magyar elem? Büszkeséget. Tehát az, hogy tulajdonképpen az a világ, ami engem elvarázsolt, az nem lenne, nem létezne talán a magyarok nélkül. Rengeteg ugye magyar ment és alapította a legnagyobb stúdiókat, akik letették ezeknek a mai filmeknek az alapkövét, és vagy nem így néz neki, vagy nem létezne egyáltalán. Tehát ez azért előre is, vagy hát ezért hálás leszek a magyaroknak, akik akkor ezt megtették. És egyébként azt érzem, hogy mai napig nagy a fogadó készség, hogyha magyar vagy, talán ez nem ugyanaz jelent magyarnak lenni már Hollywoodban, mint régen, de hogy tovább is érdeklődnek. Nekem nyilván lenne arra indítatása, hogy nemzetközi porondon rendezzek filmeket. Ez talán a következő lépés, és ezen dolgozunk is már régóta, hogy olyan filmtervek valósuljanak meg, amik nem a magyar, nem elsősorban a magyar közönségnek, vagy magyar piacra, hanem a világpiacra készülnének. Most pont most említetted, hogy nem a magyar piac, nem világpiacra készülnének. Te, mint filmrendező, nagyon nagy különbséget látsz, mondjuk ha ugyanazt a filmedet, leendő filmedet két variációba csinálnád, egyet a magyar közönségnek, egyet a nemzetközinek, nagy különbség lenne a két film között? Szerintem semmi. Már csak azért, mert ugye máshogy viszonyulunk, és itt most nem feltétlen történelmi filmekről beszélünk, hiszen a Hunyadiba is most te nyakig benne vagy, majd erről később, hogy a történelmi filmek az egy külön kategória. De valójában azért az Oscar-díjak versenyébe is nézzük a magyar jelölteket folyamatosan, ugye hány éve már. És hát azért viszonylag ritkábbak azok az alkalmak, amikor a magyar versenyfilmeket, hogy úgy mondjam, csont nélkül el lehet adni a külföldi közönségnek. Mert nagyon sok olyan van, ami inkább egy szűk téma kapcsán magyaroknak szól, tehát erre gondoltam. De végül is az alkotás módja, a film elkészítése, a koncepció az ugyanaz. De emlékszem, amikor az Örök teret forgattuk, és Köbli Norbi a forgatókönyv írója, ő meg volt róla győződve, hogy ez olyan történet, ami a legkevésbé fogja a mi filmjeink közül a nemzetközi fesztiválokat vagy közönséget érdekelni. Mert ez ugye annyira kelet-európára jellemző, kelet-európa országainak egy sötét időkorszaka, amiről talán nem is hallottak tőlünk nyugatabbra, pláne nem Amerikában, hogy erre nem lesz kereslet. És ehhez képest azt érzem, hogy egy olyan univerzális történetet tudtunk elmesélni, egy anyáról, aki elszakítanak a gyerekétől, és hogy jut vissza hozzá, hogy messze a legsikeresebb filmünk lett nemzetközi szintéren. És az első filmünknél meg a Berni követet, amikor kivittük először, rögtön beválogatták Montreálba, és ott elég sok, ott van egy magyar kolónia, de azért volt egy csomó nemzetközi néző is, és ők egyáltalán nem értették, a nemzetközi nézők, kontextusból kiragadva, hogy ki az a Nagy Imre, mi az az 56, mit csinálnak ezek a szereplők. Úgyhogy úgy jöttem haza Montreálba, hogy ki kell raknunk a film elejére egy két táblát, feliratokkal, hogy mi történt 56-ban, és az emigránsok, és hogy viszonyulnak egyáltalán az magyarországi helyzethez, és ki az a Nagy Imre. És onnantól kezdve a többi fesztiválra már úgy ment a film, és akkor rögtön hirtelen értelmet nyert minden, ami utána következik. A fesztiválok
fesztiválokon való részvétel az természetes elvárása, vagy igénye, vagy álma, ha úgy tetszik, minden filmrendezőnek. Te a filmjeid azért több filmfesztiválon nyertek díjakat, itt a Montrealiról is pont beszéltünk. Az első nemzetközi díjad milyen érzés volt? Hát fantasztikus. Én az első rövidfilmemért kaptam az első díjat, pont egyébként Amerikában, és furcsa volt, hogy pont kimentünk az egész családdal egy kaliforniai fesztiválra, nem volt semmiféle elvárásom, fogalmam nem volt milyen a mezőny, azért végignéztem én is a versenyfilmeket, ez egy ilyen 30 perces film volt, amivel akkor versenyeztem, és láttam, hogy hát azért van, akit ismert arcok, ott egy híres hollywoodi színész éppen rendezésre adta a fejét, és vele voltam egy blogban például, és mondtam, hogy hát én itt vannak művészfilmek, itt van mindenféle, én nem nagyon rogok labdába, illetve nem volt semmilyen elvárásom. És aztán, amikor megérkeztem a diátadóra, akkor ezzel fogadtak, hogy kell kiejteni a nevemet, ezt mondjam már meg pontosan. És akkor az már olyan gyanús volt, és akkor egyszer csak a legjobb rövidfilm díját én nyertem. Pont egy olyan diátadón, ahol mondjuk életműdíjat kapott a Gina Rowlands, ott volt Hollywood krémje, és akkor föl kellett mennem köszönőbeszédet mondanom előttük, és nagyon meg voltam illetődve, és mondtam, hogy hát én miattatok vagyok itt, én az amerikai filmeken nőttem föl, én emiatt akartam filmes lenni, és most itt állok előttetek, és nálam van a díj, és ti tapsoltok, ez szürreális érzés. Úgyhogy az sose felejti az ember. Pont Rókus Feri első magyarországi magyar Oscar-díjas 81-ben mondta a múltkor, hogy tulajdonképpen ő neki az egy hatalmas élmény volt, hogy megkapta az Oscar-díjat, most nem megyek ebbe bele, mert nem róla szól a dolog, de ennél sokkal nagyobb élmény volt, hogy utána hogy kellett már viselkednie. Tehát nyomás alatt volt, hogy úgy mondjam, hogy Oscar-díj. És ugyanígy bármilyen nemzetközi díjat, amit megkapsz, az ösztönöz és egyúttal elvárásokat is teremt rögtön egy további munka szempontjából. Hát persze az elégedettség az nagyon nem jellemű rám, tehát hogy a filmjeimmel sem vagyok maximálisan elégedett, és hogyha van egy szép utóélete, azzal sem vagyok maximális elégedett, az miért nem hívta meg ez a fesztivál, miért csak ezen nyertünk, miért nem mentünk több helyre, miért nem nyertünk több díjat. Tehát, hogy van egy ilyen örök elégedetlenség bennem, ami folyamatosan hajt meg vissza előre, de annál nagyobb elvárásokat úgy sem tud senki velem szemben támasztani, mint én magam. Tehát, hogy a következő film, akkor még jobb, hogy legyen más, mint az előző, és legyen, most már látom, hogy ott azt így fogadták, akkor ezt lehet, hogy úgy kéne megcsinálni, hogy ezt a számomra hibának tűnő hiányosságot azt most már kiküszöbölni, erre jobban odafigyelni, és akkor hát, ha messzebb jutunk, messzebb és messzebb. Úgyhogy van bennem ez a drive, hogy ez minél előrébb és minél magasabbra minden filmmel. Miközben ugye nem ez hajt, amikor készítünk egy filmet, vagy elolvasom a forgatókönyvet, vagy én álmodom meg a történetet, hanem az, hogy ezt a sztorit szeretném elmesélni. És végig a filmkészítése alatt ez lebeg a szemünk előtt, hogy minél jobban, minél hatásosabban meséljük ezt a történetet, hassunk a nézőre, adjunk neki egy élményt, ne felejtse el soha, és amikor elkészülünk vele, akkor kezdjük el azon makargatni a fejünket, hogy oké, most van egy filmünk, mi legyen a sorsa, hova küldjük, mit szeretnénk vele elérni. Úgyhogy ez egy jó, izgalmas folyamat. Az imént említetted Köbli Norbert nevét, aki ugye forgatókönyvíró. Most nem csak, hogy forgatókönyvíró, hanem gyakorlatilag szinte minden filmnél, vagy majdnem minden filmnél együttműködtetek. Hogy alakul ki egy ilyen kapcsolat rendező és forgatókönyvíró között? Maximálisan szükséges az, hogy egy olyan forgatókönyvíró legyen melletted, aki együtt gondolkodik veled? Vagy ő hoz valamit, és aztán te továbbfejleszted? Tehát hogy van ez a Köbli-Szász kapcsolat? Ez egy speciális kapcsolat, kicsit olyan, mint az imént hallott és látott Hargita Lacival, azaz Pamacsal, aki közel 30 éve vágja minden munkámat, amit forgatunk, legyen az reklámfilm, rövidfilm vagy nagyjátékfilm. A Norbival is sokkal régebben találkoztunk, mint ahogy elkezdtünk együtt dolgozni. Nagyon furán és hasonlóképpen alakult a pályánk.
ő is filmkritikusként kezdte meg én is, és a Voxmag mozi magazinnál váltottuk egymást, ő elment, én meg érkeztem, ő akkor a rovatokat vezetett, én meg a főszerkesztői székbe érkeztem, és ő forgalmazó lett, ahogy én is, és különböző filmfesztiválokon botlottunk egymásba, és ilyen hajnali tartó újszogatások mellett ez kiderült, hogy tök ugyanaz az ízlésünk, ugyanaz megszálló filmőrült, mint én, a negyedik rendező asszisztenst a 90-es évek Z kategóriás amerikai filmjében ugyanúgy Kenny vágja fejből, mint én, úgyhogy egy ilyen hasonló megszállott ember. És ez nyilván az segített, hogy hasonló ízlése is volt, és nagyon jó történeteket hozott. És amikor így először meggyőződtük arról, hogy milyen egyivásúak vagyunk, akkor rám bízta az első, vagy az egyik forgatókönyvét, és egy nagyon jó ízű közös munka volt, ami után már nem volt semmiféle bizalom kérdés közöttünk, ő bármit, amit ír, azt szeretné, ha én csinálnám. Nyilván nem tudom az összes forgatókönyvét megcsinálni, és sőt olyan is van, hogy más forgatókönyvírókkal kell dolgoznom, de az egy más típusú kapcsolat. Amikor nekem van egy ötletem és viszem egy íróhoz, akkor valahogy át kell adni neki, hogy mi a lényege, hogy fogja meg, mi a fontos számomra, ebben miért akarom elmesélni. Norbi meg visszafele magyarázta ugyanezt, hogy van ez a sztori, és jó lenne, ha ez lenne a lényege, és érdekel, nem érdekel, és akkor én elolvasom, és látok benne valamit, ezt elmondom neki, hogy szerintem ebbe ez a lényeg, és hogyha a stimmel, ugyanazt gondoljuk, akkor van értelme együtt dolgozni. Volt már olyan könyv, amit elolvastam, és mondtam, hogy tök jó, ugyanolyan magas színvonalú, mint a többi, de engem ez nem indított, nem mozgatott meg, úgyhogy nem, szerintem nem én vagyok a megfelelő ember, nem sértődött, megmondta, hogy oké, köszi, és akkor ment egy másik rendezőhöz. De nagyon fontos, hogy emberileg jól meg kell érteni. Ez egyébként egy megszokott kapcsolatrendszer. Már úgy értem, hogy a rendező, forgató, könyvíró között, hogy ilyen szoros legyen a kapcsolat, és a lehet folyamatos? Vannak még ilyen párosok, mint mi, tehát a Divinyi Réka és a Goda Krista is majdnem minden filmüket így író-rendező párosként együtt csinálták. Annak idején a Hernádi és a Jancsó. Tehát, hogy ez szerintem, ha a két ember így egymásra talál, akkor amíg tudnak, nem nyilván eljön egy pont, amikor valahogy elkezd szétválni, vagy az érdeklődési körük, vagy az ízlésük változik, vagy összevesznek, általában összevesznek, hogy megszakad ez a munkakapcsolat, de hogyha van olyan kivételes helyzetbe kerül egy alkotó páros, hogy nagyon megtalálják a hangot, a közös hangot, akkor van értelme addig csinálni, mi lehet. És ugye itt Kelet-Magyarországon lévén már számos esetben megállapítottuk, hogy a hollywoodi vagy a nemzetközi filmvilágban sikertel ért magyarok egy jelentős része Kelet-Magyarország. És ezt csak azért mondom, mert ugye Pressburger Imre Miskolci ugye a egyik legnagyobb forgatókönyvíró. Pont egy ilyen páros, a Michael Powell és a Pressburger Imre hozta létre az Archers filmcéget Londonba, és ők körülbelül 50-60 közötti filmet csináltak együtt rendező, forgatókönyvíró között. Tehát lám van korábbi magyar példa is erre, ami aztán igazán sikeres volt. Szerintem egy picit most ugorjunk tovább, és nézzük meg először, illetve még ne nézzük meg, hanem azt kérdezném, hogy te a saját filmjeid közül tartod valamelyiket a legjobban kedvelt gyerekednek, vagy inkább mindegyiket egyformán szereted kisebb-nagyobb különbséggel, vagy ki szoktál emelni valamit, hogy na ez igazán 100. Szerintem kimondtad a kulcsot, hogy legjobban kedvel gyerek, tehát hogy nincs olyan, hogy szerintem egyformán szereti az ember a gyerekeit is, és innentől kezdve a filmjeit is. Nyilván az első film az egy különleges helyet foglal az ember életében, az egy különleges élmény, hogy egyáltalán létrejött az a lehetőség, és lehetett élni vele, és annak minden pillanata a stresszt eltekintve, az maga volt a csoda. De onnantól kezdve, nyilván az ember megnézi a filmjeit, akkor én a hibáit látom éveken át, és amikor már elég eltávolodom tőle, akkor látom azt, hogy nem is lett olyan rossz, tulajdonképpen elég jó lett. De elsősorban az azt látom, hogy fú, ez mennyivel jobban meg lehetett volna csinálni, vagy ma mennyivel jobban meg lehetett csinálni. Van egyébként minden filmben olyan szekvencia, jelenet, amire büszke vagyok.
Tehát, hogy az elégedettséget említettem, hogy az nem tud eluralkodni rajtam, de büszke, az minden film után az vagyok, hogy ezek között, a körülmények között, amíg hogy készült, azért kihoztuk a maximumot belőle, tulajdonképpen működik, jó a közönség visszajelzésének a díjak, tehát, hogy ez valamit csak létrehoztunk, ami értékes lett, de mindegyik filmben van olyan jelenet, amire azt gondolom, hogy ez valami nagyon szerencsés csillagzat alatt született, tehát ezt jól kitaláltuk, ott az adott csillagzatok együtt álltak, mindenki tudta, hogy mi a dolga, aki hozzátett még valamit, nagyon fontos, hogy ez a rendező nem egyedül csinálja a filmet, hanem van egy stáb körülötte, és akkor ha nekik van ötletük, akkor oda kell rá figyelni, és akkor tényleg ez egy csapatmunka. De hát mindenkinek aztán annyi ötlete van, hogy meg is kell tudni szűrni, hogy oké, ez jó ötlet, hogy majd legközelebb kipróbáljuk, ehhez azért nem jó, mert. És akkor, ha meg tudod indokolni, akkor mindenki érti, vagy érzi, hogy hát, te tudod, hogy mit akarsz, ez tényleg hülyeség, de ha van egy jó ötlet, akkor azonnal meg kell markolni, és bele kell valahogy építeni. Úgyhogy minden filmben van egy ilyen, hát a félvilágban szeretem azt a bontást, amikor öngyilkos lesz a fiatal költő, és az a párhuzamosan vágott dialóg nélküli montázs része az opera áriára, azt mindig szeretem újra nézni, ezt a vágás közben is éreztük, hogy az itt valami erős dolog születik. Az öröktér zárójelenet, én nagyon szeretem, amikor hazatér a főhős, és találkozik az anyjával, és a legvégén a lányával, az is egy nagyon egyszerűen, de megoldott, de jól működő érzelmének ható jelenet, úgyhogy minden filmben van ilyen kis kedvencem. A nagy egésszel mindig van bajom, de ez már ez így maradt szerintem, és talán ez a természetes, ha egyszer elégedett lennék egy filmben, és hátradőlnék, hogy na ez jó, és akkor baj lenne. Akkor nem lenne több jó film. Akkor baj lenne, hogyha akkor nem megszűnne ez az erő, ami hajtja az embert előre, hogy még jobbat csináljon. Minden kezdet nehéz, ugye, és az első filmednél hogy érezted, hogy kellene esetleg segítséget kérni, tanácsokat, ötleteket régi nagy esetleg példaképektől, vagy olyanoktól, akik veled együtt dolgoztak, vagy te dolgoztál velük, vagy neki mertél vágni az első filmednek teljesen egyedül, már úgy értem, hogy stábbal, de hogy te tartottad tényleg kézben? Én olyan későn jutottam vele a lehetőséghez, hogy az első az nagy játékfilmet, ami tévéfilm volt, megcsinálhassam, hogy én gyakorlatilag 10 éves korom óta erre készültem, és közel 40 voltam, amikor az leforgott. Tehát én több mint készen álltam rá, hogy végre megmutassam, hogy mit tudok. Nyilván előtte 10-10-valány éven át reklámfilmeket rendeztem, abból éltem, és abból is rengeteget tanul az ember. Tehát ebből a pici, rövid, kis darabokból is rengeteget lehet tanulni, amit mind-mind ösztönösen használ fel az ember. Úgyhogy ilyen gondolatom nem volt, hogy körbe haknizzam a nagymestereket, vagy a kollégákat. Olyan emberekkel veszem magam körbe, akiket tisztelek és tehetségesnek tartok. És az ő véleményük, inputjuk az nagyon fontos, ahogy említettem, hogy ez egy közös munka. Előkészítés során is, különösen forgatás során is, hát aztán ott van a Pamacsa, a Vitai László, aki az utómunka során egy kulcsfigura, és jól fogalmazott, hogy ő az utolsó, aki újraírja a könyvet, mert mindig változik vágás közben, még akkor is, ha tűpontosan fölvett, kidolgozott, és papíron nagyon tökéletesen működő jelenetek vannak, mindig változtatunk rajta a vágáson, és nem azért, mert rosszul vettük föl, mert tökéletesen megvalósítottuk legalábbis a körülményekhez képest azt, ami le volt írva, de aztán kipróbáljuk így, és akkor rájövünk, hogy ez jobban működik. És ez is egy ilyen fura folyamat, ezt ő nem is tudom, hogy látja, mint vágó, hogy ott ül két ember egy szobában, és úgy dönt, hogy ez így most jó lesz. És akkor honnan tudjuk, hogy ez a több száz, több ezer, remélhetőleg több tíz, vagy több százezer néző, az ugyanezt fogja gondolni, hogy ez így jó. Miért nem úgy jó? Tehát, hogy miért nem hagytuk úgy, miért nem tettük ide, miért nem úgy vágtuk. Lehet, hogy ez jobb lett volna. És ezért van az ember, ezért van, szerintem az ember valahol a nap végén magának csinálja a filmeket. Tehát, hogy muszáj, hogyha belekezdesz egy filmbe, akkor olyan legyen a történet, ami téged is érdekel, amit te is megnéznél. Tehát jönnek majd jobb esetben megrendelésre a forgatókönyvek,
Ugye nálam is az történt, hogy nem én írtam ezeket a könyveket, én ezt együtt átírtam a Norbival, de lehetett elém egy sztorit, ami kész volt. És fontos, hogy én ezt a sztorit nézőként, ha valaki más megcsinálja, akkor kíváncsi legyek rá, meg akarja megnézni moziba. Különben nem tudok nézői szemmel majd a készítések közben ránézni, és nem fogom tudni megítélni, hogy működik, nem működik, hogy működik a legjobban. Úgyhogy az ember magának készít egy bizonyos fokig filmeket, és ha neki tetszik, az a legtöbb, amit ki tud belehozni, és azt mondja, hogy na ez így szerintem a legjobb, mehet a nézőknek. Úgyhogy ez a rendező, mindig azt mondom, hogy a rendezőnek két fegyvere van, az ízlése, meg a víziója. És a vízió az ahhoz kell, hogyha kimész a forgatásra, akkor tud, hogy mit szeretnél látni. Lezajlik az első felvétel, akkor az ízlésed mondja meg, hogy mi nem stimmel benne, mit kell változtatni. És akkor szépen eljutsz ahhoz a képhez, ahhoz a filmhez, ami végigpergett a fejedben, miközben a forgatókönyvben dolgoztál, vagy miközben megálmodtad az egészet. Úgyhogy ha ez a kettő nincs, akkor baj van, úgy nem érdemes kimenni, mert az időpocsékolás. Tehát az ízlésére az ember nem tehet, hát az csak imádkozni lehet, hogy az jó legyen és stimmeljen az nézők ízlésével. De a vízió az fontos, azon, ha nem jön rögtön, akkor dolgozni kell rajta, akkor meg kell várni, amíg minden képet látsz a fejedben, minden jelentet átlátsz, hogy készül, hogy áll össze, mit belegel a film a fejetekben, és akkor érdemes kimenni. Az első játékfilmed előtt mondtad, hogy sok-sok reklámfilmet csináltak. Hasznos az, mondjuk egy mai kezdő rendezőhöz szólván esetleg, hasznos az, hogy megpróbálja magát az ember különböző stílusokban, miután eljut a legjobb vagy a legmagasabb szinten levő stílushoz, a nagy játékfilmhez? Én azt mondom, hogy nekem hasznos volt. Nyilván vannak olyan alkatú rendezők Magyarországon, akik szerzői filmesek, megálmodnak egy történetet, és aztán megálmodják, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Nem biztos, hogy nekik úgy alkatilag alkalmasak arra, hogy jön egy ügyfél, meg egy ügynökség, és akkor van egy termék, amit el kell adni, még akkor is, ha mozgóképet hozol létre, nyilván egy csomó nem filmes beleszól, mit beleszól, diktálja, hogy mit csinálj. És akkor ez is egy skill, amit lehet éveken keresztül fejleszteni, hogy te ezt hogy fogadod, hogy kezeled, és hogy nyomod át a saját akaratodat rajtuk, és eléred, hogy bíznanak benned. És amikor az ember már elég sok olyan reklámfilmet csinált, ami mondjuk tetszett, vagy sikeres volt, akkor el megjön ez a bizalom. De az első néhány az nagyon nehéz, akkor mindenki gyanakodva néz rád, és ha van egy ötleted, akkor nem tudják, hogy az jó vagy nem jó. Ilyenkor azt lehet mondani, hogy jó, leforgatjuk úgy is, ahogy ti szeretnétek, de hagyj mutassak valamit. Erre meg már nem mindig van idő vagy pénz. Úgyhogy én nekem nagyon hasznos volt, de nem vagyok benne biztos, hogy minden rendező olyan alkat, aki ezt a utat be tudja járni. Mindenkinek a saját útját kell megtalálni. Van, aki jobban érezte magát, mondjuk ha videoklipekkel kezd, megkeres egy zenekart, vagy egy zenekar, egy előadó, találja meg őt, és akkor már megjön a vízió, az ötlet, és akkor beleszeret az előadó is, akkor létrejött egy jó ízű közös munka, és akkor mégiscsak egy szerzői dolog születik. Még akkor is, ha mondjuk ez kulisszatitok, de videoklippel nem lehet jól keresni, reklámfilmmel lehet jól keresni. De hogyha ez is befolyásolja a döntés, hogy mit vállaltok el, akkor van még ez a mérlegelni való tétel is. Na nézzük most meg akkor a Berni követ című film rövid előzetesét vagy részletét. Ez egy háború. Háborút vívunk az emigránsok lelkéért. Kapé! Mit kér tőled a külügyminisztérium? Hogy dobjam ki a hírszerzőket, ez volt a parancs. Nem. Én adtam a parancsot. Felállj! Mit akarnak? Hol a páncélszekrény? Mi van oda lent? Banditák, követeltest! Zárkózzunk meg! Megállni! Mit akartok? Mi a kombináció? Fogalmam sincs. Az a belügy széfjén külügyes vagyok. Vagy megmondod a kombinációt, vagy a nagykövet meghal. 10 percet van. Die Schweizer Polizei garantiert Ihnen Ihre Unversehrtheit. Ha elolvasom a táviratot, még időt nyernetek.
Nyomás. Nem szerezhetik meg. Nem hagyom, hogy kicsináljanak. Maradunk. És ha meg kell dögleni, a nagykövet döglik meg először. Was passiert da drin? Vissza kell gerjedni egy picit. Igen, megjött. No, hát ez egy érdekes, komoly film, ugye részint egy túszdráma, 1958-as túszdráma felelevenítése, részint egy nagykövetség sokak által nem ismert belső munkájának, munkájáról egy picit lehúzza a lepedőt. Ezt azért is mondom, mert én magam is 40 évet dolgoztam meg itt a nézőtéren még. Vannak, akik ezt pontosan tudják. Például Márta is. Azt is milyen egyet a virakokról volt annak idején szó. Azt is emlékszem, mikor kérték ki tőlünk, megtagadtuk a kiadást. Hát igen. No, szóval, hogy saját hozzáadott élmények is vannak. Hogy jött ez, hogy került ez napirendre, hogy egy ilyen... Mikor készült ez a film? 2013-ban 2000... forgott, és 2014 februárjában volt. Igen, tehát ez azért már akkor meghaladta jócskán ugye az 58-at, hogy azért lehet is beszélni róla, mert azért ezek olyan dolgok voltak, amelyeket minimum rendszerváltozásig senki nem ismert, vagy nem is tudott róla, bár nyugati sajtó írt róla, de hát azért már. Hogy került ez hozzád, ez az ötlet? Egyáltalán miért csináltad meg ezt a filmet? Hát én, ahogy már említettem, én akkor már szerintem a telefonkönyvet is elvállaltam volna, hogyha valaki azt akarja rám bízni. De sok aggályom volt. Itt ugye itt jön vissza a képbe a Köbli Norbi, aki tudta, hogy nekem korábban sok filmtervem volt, én írtam mindent magam, és egyik sem valósult meg. Ilyen ambíciózus filmterveim voltak, és egy tökéletes filmmel akartam kezdeni. És akkor egyszer csak hív a Norbi, hogy nincs kedvem egy tévéfilmet csinálni 56-os sztoriról, és akkor ebben három olyan mondat volt, ami nagyon nem tetszett, az 56-os, meg a tévéfilm, meg hogy nem én írtam. És akkor ezt így mind a hármat szép lassan le kellett küzdenem, először is, hogy küld át Norbi, persze engem minden érdekel, és jó volt a könyv, izgalmas volt, feszült volt. Úgyhogy a könyv jó, az a stímmel, nem baj, hogy nem én írtam, leültünk, aztán sokszor és sok mindent együtt átírtunk benne. Aztán aggódtam amiatt, hogy 56-os film, mert néhány évvel korábban volt a kerek évfordulója az 56-os eseményeknek, és talán még olyan pályázatot is írt ki akkor meg az MMK, hogy 56-os témájú játékfilmeket támogatunk, és aztán ezek annyira elcsúsztak, hogy így éveken át jött ki egymás után sorba a csomó 56-os témájú film, és úgy éreztem, hogy bár besokalt a közönség, mindent tud erről a témáról, és aztán olvastam a könyvben, hogy az 58-ban játszódik Svájcban, ez egyáltalán nem az 56-os eseményeket mutatja be, hanem az utózöngéit. Ez megint egy izgalmas megközelítés volt, az nem, arról nem is beszél, hogy ez egy műfaji megközelítés, tehát ez egy politikai thriller. Tehát, hogy ez nekem mindezek nagyon szimpatikus dolgok voltak, és így úgy voltam vele, hogy persze ezt csinálni kell, és ez lehetőség. Ha ez a film jön szembe, amit meg tudok csinálni először, akkor ez lesz az első filmem, valamivel most már el kell indulnom. És aztán ugye nyilván volt benne egy nagyon nagy adag bizonyítási vágy, és egy nappal át éve dolgoztam azon, hogy ez az adott körülményekhez képest, ez azt jelenti, hogy mint tévéfilmenek nagyon költségvetése volt, és 17 nap alatt forgattuk le az egészet, és hogy azt a 17 napot tudjuk kihasználni, hogy ez egy kompakt, jól működő, feszes, hatásos film legyen. Úgyhogy ez ebben fektettünk minden energiánkat, és most végig abban a hiperéltem, hogy ez
nem fog jól sikerülni, és tulajdonképpen nem váltja ki a kívánt hatást a nézőből, nem leszek vele elégedett, az nem is voltam, de hogy nem is fog tetszeni. És a vágás során állt össze úgy, hogy minden működött, amit elterveztem, rakta össze a babacs, a Hagitai Laci, és ő is nagyon lelkes volt, és úgy is minden jelent így egymás után működött, és így egy nagyon feszes, pörgő kis filmet tudtunk belőle csinálni. És aztán akkor így megnyugodtam, hogy jó, van keresni a szakmában, tulajdonképpen így magamat is megnyugtattam azzal, amikor ez a film elkészült. És mondom, sok bajom van vele, de és sokkal jobb kritikákat kapott, meg sokkal zajosabb ízhangja volt, mint amit én elvágtam volna belőle, vagy amit én kinéztem volna belőle, de meghatott egyrészt, és nagyon, nagyon sok erőt adott, hogy ezt ilyen így fogadták. Meg hát ez egy igaz történet, ami feldolgozásra került. Nem tartottál attól, hogy elfogadod a forgatókönyvet, együtt megbeszéltétek, de mégis majd esetleg sok kritika éri a filmet olyan emberek részéről, akik ebben a szakmában dolgoztak, vagy nehogyisten ott voltak, vagy hallottak róla. Tehát magyarán szólva a konzultáció nem filmesekkel, azt esetleg szükségesnek tartottad a film forgatása előtt? Beszélj olyanokkal, ne adj Isten, akik élnek még ezekből ennek a történetnek a részeseiből. Abszolút. De két dolog. Ugye az egyik, hogyha felkérünk egy történelmi szakértőt, akkor azt mondjuk, hogy amit ő mond, mi azt veszik alapul, mert van még rengeteg történelmi szakértő, és pont az ellenkezőit fogják mondani. Mi őt választottuk, ő egy megbízható ember, és minden aspektusát átbeszéltük a történetnek. A Norbi éveken át kutatta ezt a sztorit, és aztán úgy döntött, hogy megváltoztatja a neveket, pont azért, mert ez egy négy fal között játszódó, az események nagyjából részében négy fal között játszódó, hárman voltak benne, és nyilván mind a hárman az egyikük be is halt. Tehát aztán a két oldal nyilván az egymásnak ellenmondó nyilatkozatokat tett, és egymásnak ellenmondó ugye dokumentumok maradtak föl, úgyhogy ezt így elengedte ezt a kérdést, azt mondta, hogy na ő majd megírja azt a verziót, ami megtörténhetett. Így is kezdődik a filmmel egy mondat az elején, vagy így történt, vagy nem így történt. És ugye ezt a kérdést elengedtük, és cserébe megváltoztatta a neveket, a szereplők neveit, és innentől kezdve ez felszabadított minket. Úgyhogy ilyen aggályaim nem voltak. Ezzel szemben a premiéren, amikor elhívtuk az igazikat, repülők hozzátartozóit, leszármazottait, és megnézhették a filmet, és végigment a filmot, és volt egy ilyen pódiumbeszélgetés, kiült a Kulka János, meg a szereplők, meg Norbi, meg én, és elkezdtünk beszélgetni, kérdések a közönség soraiból, egy kéz a levegőbe, igen, ez nem így történt. És fölállt valaki, és ezt mondta. És elnézést, kinek tetszik lenni? Hát én annak a fiúnak, akik meghalt vagyok, azt a anyukája vagy a nővére, valamilyen rokona volt. Volt az egy közeli rokona, ahhoz, hogy ezt így tudja. És akkor miért mitől? Hát, hogy nem azért mentek be a srácok, hanem a gyűjtőlistája. És mondtuk, hogy hát azért az ügynöklista az túl sematikusnak tűnt. Valamikor az igazság az túl klisé. És a Norbi is ezt mondta, amikor elkezdtük írni, hogy ügynöklista, nem akart ügynöklistát írni, hanem valami jóval jobban hangzó, izgalmasabb tétje legyen, amire a srácok betörnek ebbe a nagykövetségbe. És aztán az olyan kiábrándító volt, hogy a valóság az ügynöklista volt mégis. Szóval, hogy néha el kell engedni egy ilyen történelmi film készítésénél a valóságot, mert nem szolgálja azokat a dramaturgiai funkciókat, ami a történetet erősíti. De ha az egész történet szellemisége az a valóság, tehát hogy aki részt vett benne, az azt mondja, hogy tulajdonképpen igen, meghatódtam, ez volt, még ha részletek nem stimmelnek, de az a történetet elmesélve, ami megtörtént, és ráadásul felhívta a figyelmet egy olyan történetre, amiről senki nem hallott korábban, akkor a film teljesítette a célját. Nagyon haladunk előre, azt hiszem, pedig nagyon sok érdekes dolog lenne, ezért inkább egy kicsit a történelmi dologra ugorjunk, bár ez is történelmi volt a Berni követ, de most a Hunyadival foglalkozó. Hogy látod ez
Nagyon nagy várakozás van a film iránt. Szükség volt arra, hogy egy ilyen típusú történelmi film elkészüljön? És jó ebben részt venni? Most ez két külön nagy kérdés, de akkor is. Hát a szükség, az mindig egy nagy kérdője, hogy a középkor, mert ugye ez a középkorban játszódik, az a legköltségesebb kor. Tehát semmi nincs meg belőle. A ruháktól kezdve a kellékeken át a belsőket, külsőket minden nulláról kell létrehozni. Innentől kezdve ez egy olyan kor, meg egy olyan történet, amit egy magyar filmgyártás nem bír el. Tehát, hogy ezt a filmet is külön keretből meg a film intézetnek egy jó, kvázi fél, lehet, hogy egy egész éves filmre szánt keretéből, plusz nemzetközi kockázatokban van német, meg van osztrák pénz, tehát több ország rakta ezt össze, és lehet, hogy évekre kicsit lebénított a magyar filmgyártást, és kiürült a kassa, ezt nem tudjuk. Szóval, hogy ez az érdemes vagy nem érdemes, persze a nézők számára szerintem ilyen történelmi figurától, mint Hunyadi János, mindenképpen érdemes mozgóképet készíteni, mert minden ország ezt csinálja, láttuk már a rettenthetetlenbe elmesélték a William Wallace történetét, az amerikaiaknak, ha fele ennyi, vagy tizedennyi ilyen hősi karakterük, figurájuk lenne, mint nekünk, akkor mindegyikről öt film készült volna, így általában ugyanarról a arcokról készülnek újra és újra filmek. Szóval ez nagyon költséges ahhoz, hogy ezt rendszeresen meg lehessen ismételni. És most túl sok ilyen történelmi film készült egyszerre. És ezek mind milliárdos költségvetésűek, mert olcsóbb, vagy kevesebből nem is érdemes neki látni. Tehát értem én ezt a fajta törekvést, csak közben meg ez mindig elfelejtik a döntéshozók, hogy mennyi milliárdot fog ezt felemészteni. És mégis a nemzetközi filmnek kell majd versenyenie. Ez az első kérdés a válasz. A másik, de igen, jó benne részt venni, mert tulajdonképpen több százan dolgozunk benne, és senki nem dolgozott még ilyen léptékű filmen. Mindenki most tanulja, hogy lehet valósághűen létrehozni a középkort, és hogy kell látványos ilyen történelmi kalandfilmet, amiben dráma van, szerelem van, erotika, árulás, intrika, horror elemek, tehát ebben minden lesz, ez egy 10 műfajú sorozat egyszerre, és tényleg megtiltottuk egymásnak, hogy a Trónok harcát bárki kiejtse a száján, mert néhány film alkotás már ráfázott arra, hogy ahhoz hasonlította magát, de nem nagyon van másik referencia, mint az, hogy tényleg az a Sárkányok nélküli Trónok harca. De itt most nem a színvonalra gondolunk, mert az nagyságrendekkel több pénzből készült, hanem az a műfaj, amit a nézők attól elválnak. Ez tényleg az a sok fordulata, a rengeteg karakter, akit be lehet szeretni, akit lehet utálni, gyűlölni, félni. És ezek mind valós figurák. Tehát az, hogy a történelem írta, és utána abból a Bárny János megírta a saját verzióját, és mi meg abból a sajátunkat, ez nyilván egy hosszú munka, de én azt gondolom, hogy nagyon élvezetes lesz, és hogy jó volt ebben. Még mindig jó. Biztos a közönségnek is élvezetes. Hadd kérdezzek egyet bele, elnézést kérek, szóval én nekem volt szerencsém, ugye az Origo költségvetette a hat résznek, aztán ami 10 lett, ugye végigolvastam a forgatókönyvét, fantasztikus, én azt mondtam, hogy ez egy borzsák, lényegében véve is eladható. De nem ezt akarom kérdezni, ugye a különböző részeket különböző rendezők rendezték. Attila, te hogy látod belülről most, hogy a különböző rendezőknek a munkája, tehát össze fog-e állni egy egységes sorozattá, hiszen ugye köztünk kettő magyar, a többi külföldi, mindegy egyéniségek vagytok ti is, hogy ez hogy áll össze? Szóval mennyire van rálátásod? Nyilván van rálátásod, csak én mondjuk másképp kérdezem, és itt a nézőközönségnek esetleg ez érdekes lehet, mert hát ugye még várunk, hogy mikor láthatjuk ezt a filmet, talán 24 végén, és tudom, hogy Kamacson most vágjátok is azt a részt, amit te csináltál, de hogy fog összeállni ez az egész? Belülről, ez az első perctől egy kérdés volt, hogy tulajdonképpen három rendezővel indult, és mind a hárman más stílusban, más ízlésvilággal rendelkezünk. Ezt mondtam, hogy a rendező a vízió és az ízlés.
és itt mind a hárman más vízióval, más ízléssel írunk, de a víziót azt az elejétől fogva elkezdtük összecsiszolgatni, hogy preferenciákat kerestünk, nagyjából ez igen, ez az irány nem, ez jó, ez igen, és ugyanaz az operatőr, ugyanazokkal a díszleteken belül forognak a jelenetek, ugyanazok a színészekkel. Úgyhogy laikus szem számára szerintem egy egységes valami lesz. Nyilván a nüanszokon múlik az, hogy az egyik kicsit nagypálorsisabb lesz, ő az egyik rendező, a másik kicsit Szász Attilásabb, és a Robert Dornheim, aki az osztrák származású, magyar származású osztrák rendező, ő is rendezett benne epizódokat, hogy ő meg a saját stílusát tette bele. Egyébként ez ilyen kicsit ilyen kulisszák mögötti titok, de beleforgatgattunk egymás epizódjába, tehát előfordul. Én azt hiszem majdnem minden epizódban rendeztem egy-egy jelentet, ez ilyen jó vetékedő lehet majd utána, hogy beismered-e azt a jelentet, amit abban az epizódban nem az a rendező. Meg logisztikai, meg egyéb okok miatt például valaki elkezdett egy epizódot, és valaki más fejezte be. Ugye folyamatosan mozgás volt a gyártási terv az, ami előre napokra lebontja, hogy melyik nap milyen jeleneteket forgatunk, és ez sajnos nem úgy készült el, hogy oké, akkor az első két részt leforgatjuk, az, ami vágódik, leforgatjuk a második vagy a 34. részt, mert nagyon sok külföldi produkció vagy sorozat így készül, blokkosítva. Mi helyszínről helyszínre mentünk, tehát ha volt egy helyszín, ahol az 1-es, a 10-es, a 8-as, a 7-es epizódból volt jelen, akkor azt mindegyszer egymás után leforgattuk. Szegény színészek azt se tudták hol. Mondtam, hogy most 50 éves vagyok, én most 20 éves vagy, tehát körülbelül nyilván ezt a sminkesek is hozták az életkorokat, de hogy nehéz volt így ugrálni, és innentől kezdve menet közben egyáltalán nem lehetett látni, hogy majd amikor elkezdenek epizódokká összeállni a jelenetek, akkor mi lesz belőlük. De szerintem a nézőknek nem lesz ilyen fajta problémájuk, hogy az epizód másabb, mint a többi. Lehet, hogy az egyik epizód erősebb lesz, vagy hatásosabb, mint a másik. De azt láttam egyébként nemzetközi sorozatoknál is, hogy az írás, tehát a forgatókönyv sokkal nagyobb mértékben dönti el, hogy mennyire élvezetes. Az író ugyanaz, forgatókönyv író ugyanaz. Ezt is írták vagy 5-6-an, de nyilván egy összefésült forgatókönyvet filmesítettünk mi meg, vagy forgattunk le. És ugye ahol a csúcspontok, a történetszálak csúcspontjai találkoznak, az mindig egy élvezetes epizód, ahol a legnagyobb konfliktusok megtörténnek, az a néző számára mindig a legélvezetesebb pillanatok. Ahol a legnagyobb drámák, ahol meghal egy kulcsszereplő, vagy megjelenik egy kulcsszereplő, tehát mindegyik epizód más miatt élvezetes, úgyhogy ezt meg a nézők ízlése dönti el, hogy melyiket élvezik a legjobban. Szerintem olyasmi nem lesz, hogy konszenzusosan mondjuk ez egyik epizód erősebb, mint a többi, mert azt valamelyikünk csinálta, hanem azért fogják szeretni feltétlenül mint az utolsó részt, mert ott az a nagy Nándorfehérvári csata, és ott van az, hogy mindenki szerepet kap, és akkor a csomóan meghalnak, csomóan meg nem. Fel szeretnénk olvasni egy interjútból egy részletet. Én szeretem megőrizni a nyugalmamat, a hideg véremet egy forgatáson, ameddig csak lehet, és általában sikerül is. Azt érzem, hogy ha a rendező nyugodt, akkor senki sem pánikol. Egy forgatás nagyon stresszes, leginkább az időszorítása miatt. Ez eleve nyomás alatt tartja a stábot, de hiszek abban, hogy ezt nyugalommal és higgadtsággal, erős koncentrációval lehet kezelni. Előfordulnak olyan pillanatok, hogy azt érzem, hogy egyes stábtagok valamiért nem hangolódtak rá erre a fókuszáltságra. Nyilván nem az első alkalomnál, de a sokadik alkalomnál, amikor azt látom, hogy valami hiba van, amivel feltartják a forgatást, akkor már én sem tovább. Nem tudom tovább tartani a nyugalmamat, és kitörök. Egyébként sokan mondták, hogy jót tesz a stábnak, hogy van forgatásonként egy-két alkalom, amikor felemelem a hangom, mert mivel nem ezt szokták meg tőlem, mindenki megijed, és annyira megdöbbennek, hogy onnantól kezdve fegyelmezetten és olajozottan zajlik a munka. Szóval egy rendező az egy diktátor? Minden rendező máshogy működik egyébként. Van nagyon sok a rendező, és én nem látom magamat egy ilyen karakternek, akik annyira keresztül viszik az akaratukat, és amikor a gyártási akadály merül föl, akkor annyit tudnak mondani, hogy old meg. És ez egy nagyon, szerintem ez egy ilyen
tehát nem túl mondjuk szofisztikált, vagy nem túl baráti hozzáállás, és sok rendezőt nem is szeretnek aztán a stáb tagjai. De ezekből a filmekből lesznek, ezekből a rendezőktől olyan filmek származnak, amik aztán Cannes-ban meg nem tudom, hogy díjat nyernek. Én ennél sokkal gyártásbarátabb rendező vagyok, ha felmerül valamilyen probléma, akkor próbálok rá megoldást találni. És az meg, ahogy nem magam sem mondhattam volna jobban, vagy szebben, hogy valóban azt gondolom, hogy a higgadtság, meg a nyugalom az nagyon sok erőt tud adni a stábnak, és különösen a színészeknek. Majd ha holnap beszélgettek a Klius Dorkával, akkor ő is mesélte sok helyen, amikor a félvilágot forgattuk együtt, hogy ő is ledöbbent azon, hogy annyi gond történt, tehát ott elment az áram, az aggregátor, lámpát kellett cserélni, kamerát kellett cserélni, és ott álltunk és vártunk, és tudta, hogy semmi időnk nincs, és tudta, hogy most ezért el kell engednem majd valamilyen, én meg ott nyugodtan ültem. De amikor tényleg az volt, hogy volt egy stábtag, vagy valaki, aki nem jól végezte a munkát, úgyhogy már szóltunk neki, akkor egyszer csak így megláttam, hogy összeétesik az egész csapat, akkor egyszer csak felemeltem a hangomat, mindenki lefagyott, és onnantól háromszor olyan gyorsan forogtunk tovább. Tehát, hogy őknek Dorka meg ott tapsikolt a sarok, hogy Jézus, aki a bájár néha. Tehát, hogy ő is érezte, hogy most már néha eljött az a pillanat nálam is, amikor elgurult a gyógyszer. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy folyamatos feszültségbe kell tartani egy stábot. A színészeknek nagyon jót tesz, tehát ha úgy vannak vele, hogy a stressz az nem tesz úgy, szerintem általában a színészi alakításoknak. Tehát ha azt látja, hogy már háromszor megcsinálta, és akkor kellene negyedszer, de már mindenki tűkönül, akkor egyre rosszabb lesz. Az biztos. És amikor jó, nagyon mennünk kéne, csinálni meg jól, ez a legrosszabb, amit egy színésznek mondhatsz, arra a napra elbuktad. De ha megcsináljuk, mint ami háromszor is nem sikerül, és azt látjuk, hogy minden mosolygok, van még idő, persze, figyelj, ne aggódj ezen, kicsit leülök mellé ráérősen, és akkor minden, ha néznénk mondjuk egy olyan verziót, és akkor látja, hogy tök relaxva, és jaj, ha nézzünk egy olyan, egyből jól megcsinálja, nincs rajta nyomás. Tehát, hogy, és végül az fog számítani, hogy a színész mit csinál a kamera előtt, mert minden más az nem számít. Tehát tényleg a díszlet, meg a ruhák, meg a kellékek, sem a kameramozgás, meg a világítás. A néző nem ezt nézi, a néző azt nézi, hogy színész mit csinál. És ha őt rommást teszeljük, akkor buktuk. És ha nem működik az egyik jelenetben, akkor gyengíti a filmet, és akkor az egész többi nap munkája is kárba vész egy picikét. Úgyhogy ez, de ezeket úgy meg kell tanulni, és egyébként a reklámfilmfordítás is nagyon jó erre. Amikor tényleg nagyon pici idő van, ott is egy mondatot mondj el, jól légy szíves, és ha stresszeljük, akkor az első alkalommal, és néhány alkalommal nyilván stresszeltük a színészt. És akkor egyre rosszabb lett, és akkor hát ez nem fog menni. És akkor ezeket ember elraktározza, és amikor kell, akkor előhúzza, és azt mondja, akkor most akkor nyugi van, és akkor színész is boldog, és mindig elmondták, hogy ők egyáltalán nem érezték azt, hogy valami gáz van. Nap végén mindig elmondtuk, hogy fú, nagyon meleg volt ez a nap is, és akkor mindenki leízzad, hogy tényleg nem éreztünk semmit. Tehát, hogy, és akkor úgy éreztem, hogy jól csináltak a munkám. Jó, én jól éreztem a munkámat. Hát ez egy fontos végszó is. Rengeteg dolgot tudnánk még beszélni, de hát programjaink is vannak még. Minden esetre nagyon köszönöm. Egy Balázs Béla díjas filmrendező beszélgetési készségét. Egyúttal kérek mindenki, hogy 17:30-kor itt találkozunk Koltai Róberttel való beszélgetésre. Akit pedig érdekel, közben jöjjön ki egy kicsit a kertbe, pár szót váltunk a Hollywood híres magyarjai című könyvről, és akik ott lesznek, azok között 10 könyvet ki is sorsolunk rögtön lehető. Köszönöm szépen, Attila, a beszélgetést. Én köszönöm. Már az apró meséket, amit megkészítettem, már az is. Mindig ez van, mindenki, hogy beszélgetés, soha nem hagyom. Azért beszélgetés lehet.